Tirolban volt egy paraszt a város felé. Amint megérkezik, épp egy pár gyerek hancúrozgat a fűben, a kis Naszreddin is ott volt közöttük. Odalép hozzá egy gyerek, és kérdezi tőle, hogy mi áradban van errefelé. A városba igyekeznék, feleli a paraszt. De mondta csak, gyerek, mit vehetnék én a városban, hogy jól is lakhassak vele, meg hogy a pénzemen se adjak túl. Azt tanácsolja neki a kis Naszreddin. Menj a vágóhídra, és marhabelet vásárolj. Ami benne van, azt megeszed, a beleket aztán kimosod és eladod. Jól is fogsz lakni, és a pénzed is megtérül. Ránéz a paraszt a gyerekre, megcsóválja a fejét, és eképpen gondolkozik. Nem nekem való hely ez a város. Ha már a gyerekek is ilyen okosak benne, milyenek lehetnek a felnőttjei? Aztán azzal visszafordul, és visszatér a falujába.